Hát már az ötödik percben is vezetést szerezhetett volna akár a Fradi. Csukić nagyon nagy labdát adott Szomáliának, Antal védett. Igen, Szomália belül játszik, és neki az a feladata, hogy ezt a robbanékonyságot használja ki, és ott a védőfal előtt, vagy két védő mögé belépve. Viszont ez a mélységi passz, ez tökéletes Csukićtól. Szép volt az átvétel, és itt viszont a kecskeméti kapus óriási bravúrt mutatott be. Aztán Böde próbálkozik a 17. percben. Igen, ez nem baj, hogy próbálkozik, viszont a jobb oldalon teljesen üresebb volt a társa. Böde Daninál érzek egy kis görcsöt még, független attól, hogy a Eger ellen már gólt szerzett. Annyira akar bizonyítani, hogy minden a labda átvétel után 18-20-ról elpufogtatja. Aztán nézzünk egy 11-es gyanús helyzetet. Balázs ütközik Kleinnel a 19. percben a Fradi 16-osán belül. Hát nem azért, mert hazabeszélek, nem éreztem 11-esnek, hiszen Klein széttárta a kezét és mellel ütközött. Az tény is, hogy irányt változtatott a kecskeméti játékos mozgásán ez az ütközés. 22. perc, Szomália ezúttal előkészített Máténak. Ez egy nagy helyzet volt, nagyon Máté mögött volt a labda, nem tudott nagyot húzni rajta, hogy a kaput találja, de itt is azért dicsérjük meg Ottent, illetve Szomáliát, nagyon szépen lekészítette ez. Ezek jó dolgok a 16-oson belül, ilyen kis apró gózalak. Ha egy jól veszi át Máté, akkor ez nyilván gól. Aztán meg is lett a Fradi vezető gólja, Szomália jól eltalált lövésével. Igen, mondom, ez egyik pillanatra a másikra megtátosodott Szomália, hiszen ő neki tényleg csak a gól hiányzott az elmúlt időszakban, ezek most már jönnek, megvannak. Détári Lajos is istenítette, imádta a legjobb játékosának. Igen, hát ez tartotta. Az ő pekje, hogy nem akkor jött ki neki ez. A forma. Újabb Fradi helyzet, Csukić lövése megy mellé. Itt is rosszul döntöttek, mert kicsit messze volt, de megint oldalt lehetett volna ugye jobbra kirakni a labdát, bárha egy átlövés pontosabb, akkor az is ugyanúgy veszélyt jelent. Jön a meccs legérdekesebb és legvitatottabb jelenete. Most nem látjuk, hogy mi történt ott ennél, de majd az egyik ismétlésből látni fogjuk. Közben Balázst ez természetesen nem zavarja, hiszen a partjelző. Ott, nézzék csak, egész egyszerűen Jorginho felökleli. Ottent, sípszó nincs, a partjelző nagyon messze van az eseménytől, mármint az oldali partjelző. Hát ez elég egyértelmű, nem? Hát egyértelmű, benézte a játékvezető, tehát innentől kezdve maga, hogy jókor jött az egyenlítés. Aztán rákapcsolt a Fradi a második félidő elején, és a 47. percben egy szép orosz kapáslövést is láthattunk. Igen, itt ezt a kecskeméti védők elnézték, mert hát ugye test közelbe kellett volna orosz felvenni, viszont ő ezt szépen ki is használta, visszalépett és így fél belsővel kapura tette. Ha sarokra megy, akkor gondolom a kapusnak nagyobb problémát okozott volna. Aztán ugyanő, vagyis orosz Márk lő egy szabadrugást. Nem volt rossz löket. Nem, nagy bravúr volt, attól függetlenül, hogy középre ment, de azért lecsapódott a lövés, úgyhogy ez egy kapus bravúr volt ismét. Majd pedig a 66. percben a Kecskemét elszóri a labdát, Böde köszöni szépen, ugye Balog a saját jobb oldalát zárja, de hát Böde a másik irányba megy és belövi. Nagyszerű gól volt, független attól, hogy óriási hibát vétett a kecskeméti játékos. Tehát Böddének ez a terület, amikor ráviszi, van területe, egyszerűen nem tudják eltolni. És ha kell, három emberen is átgázol, itt nem kellett átgázolni, mert vitt az üres területre. Úgyhogy igen. Hát ez pedig... Igen, ez egy csúnya jelenete a mérkőzésnek. Mól belerúg a földön fekvő Csukićba, utána kakaskodás, majd piros lap Mólnak. 77. perc, Csukić, mondanám, hogy csiki-csuki, aztán pedig furcsa jelenetek a kecskeméti kapu előtt, itt ugye Szomália szerzi meg a labdát, a kapu üresen áll, de végül is nem tudják a ferencvárosiak mindezt gólra váltani. Ez pedig ugye mellé ment volna. Hát nem érezte a kecskeméti védő, hogy jön-e mögötte Fradi játékos, biztos, ami